A Mindenki Akadémiája színpadán Acél Balázs, kísérleti pszichológus. Üdvözlöm Önöket! Mint döntéskutató sohasem értettem meg, hogy az emberek és a világ döntéshozói néha mennyire a józan ésszel szemben cselekednek. Ezért is kezdtem el kutatni az emberi hülyeség pszichológiáját. Acél Balázs a Dunántúlon nevelkedett, és már gyerekkorában valóságos felfedező volt. Számára még a szántóföld is igazi kincseket rejtett. A felfedezés, meg az ismeretlen dolgoknak a megtalálása az, ami legjobban érdekelt, és a mai tudományban, talán a pszichológiában vannak a legnagyobb fehér foltok, ahol még a legnagyobb megválaszolatlan kérdések vannak, ezért is kezdtem el ezzel foglalkozni. Bár az irodalom és a jog irányába tett némi bátortalan kitérőt, végül nem tudott elszakadni a pszichológiától. A kísérleti része fogta meg, amely lényegesen különbözik a klinikai pszichológiától. Ami kérdéseket mi fölteszünk, nem is biztos, hogy a gyakorlatban egyből látszódik a hatása, vagy hogy hol lehetne ezt alkalmazni. Hasonló általános, nem valami klinikai populációra jellemző dolgok, hanem az általános emberi működésre vonatkozó kérdéseket teszünk fel. Balázs már az egyetemi évei alatt is kutatott. Ehhez a legmegfelelőbb helynek a Cambridge-i egyetemet találta. Első alkalommal ott jártam, már éreztem, hogy nekem ott van a helyem, sikerült is bekerülnem a doktori képzésre, és 3 évig ott kutattam, majd utána még egy postdoc évet is ott végeztem, úgyhogy ez biztos, hogy az egyik siker volt, maga a bekerülés, meg egyáltalán, hogy ott meg tudtam csinálni azokat a terveket, amikkel készültem. 2011-től tanít az ELTE Pszichológiai Intézetében alapozó tárgyakat, kutatásmódszertant és statisztikát. Emellett pedig hallgatóival közösen kutatják az emberi hülyeséget. Méréseket végeznek, kérdőíveket szerkesztenek, tudományos oldalról közelítik meg a jelenséget. Kérdés, hogy milyen képanyagunk van, amit be tudnánk mutatni, vagy esetleg szöveges anyagaink. Marci, hány történetet szedtél össze a héten? Most nem tudom, hogy a többiek tudják-e, hogy most elindítottuk a kísérletet, és a héten összesen 40 embertől 260 különböző történetet gyűjtöttük össze, ami tévedéseket tartalmaz. A legtöbb kutatás úgy kezdődik, hogy vagy olvasunk valamit, vagy gondolkodunk egy témáról, és jön egy impulzus, és ilyenkor általában nagyon lelkesek vagyunk, hogy az legyen a kutatási, új kutatási irányunk, és még hozzáolvasunk, és hogyha végül úgy döntünk, hogy tényleg itt a szakirodalomban van egy olyan rész, amivel nem foglalkoztak, és amivel érdemes elkezdeni egy nagyobb projektet, hozzá tudunk tenni valamit a nemzetközi kutatási életben folyó diskurzushoz, akkor általában eléggé nagy lelkesedéssel ezt elkezdjük. Megvéde minket az intelligencia és a sok tudás attól, hogy irracionális döntéseket hozzunk, vagy a köznyelvvel szólva hülyeségeket csináljunk. Előadásomban erről fogok beszélni. Balázs a kutatás és az oktatás mellett két kislányával, Emmával és Édával, valamint ausztrál származású párjával tölti szabadidejét. Cambridge-ből nem csak a tudást hoztam, hanem egy feleséget is. Ugyanerre a képzésre járt Melissa, mint én, és ott ismerkedtünk meg. Ő 3 évre tervezett Angliába jönni, de most már több mint 10 éve él itt Európában. Nagyon megszerettem Magyarországot, megtanulta a nyelvet. És egymás között angolul beszélnek. Melissa a gyerekekkel is az anyanyelvén kommunikál, így a 2 és 4 éves lányok tökéletesen beszélik mindkét nyelvet. Oda elefánt. Oda maminál. Prefia. Vannak olyan szavak, amiket bevettem, mindig csak a másik nyelvből használnak, mindegy, hogy melyik nyelven beszélnek éppen. Kikapcsolódás is velük lenni, sok feladat és sok energia, de nagyon más gondolkodás kell átvenni, amikor velük beszélünk, vagy velük játszunk, és ez jól ki tud zökkenteni a kutatásból, és egy kicsit ki tudok nézni abból a világból, amire nagyon fókuszálok.
Balázs régi hobbija a család és a családfakutatás. A digitalizációnak köszönhetően már könnyebben elérhetők a levéltári feljegyzések, amelyek segítik a munkáját. Amikor ideje engedi, ezzel foglalkozik a Dunántúlra összpontosítva. Ahol fölnéztem vidéken, ott nagyon sok emlék kapcsolódik a családomhoz, édesanyám családjához, és ezeknek a szétágazó szövevényeit próbáltam meg összetenni, de ez még továbbra is folytatódik, és a dunántúli családokat kutattam, és ezek között párat egészen több száz évre visszamenőleg is. A színpadon Acél Balázs kísérleti pszichológus, és témája az emberi hülyeség pszichológiája. Platon szerint Thalész, az ókori görög, matematikus, filozófus és csillagász egy alkalommal annyira el volt merülve a csillagok vizsgálatával, hogy az eget szemlélve egy kútba esett. A szórakozott professzor, az őrült tudós képe azt szimbolizálja, hogy néha a sok tudás és a józan ész nem jár együtt. A 20. század elején, amikor az intelligencia teszteket kifejlesztették, a tudósok azt remélték ettől a mérőmódszertől, hogy majd be fogja jósolni, hogy a kitöltő a jövőben mennyire racionálisan fog viselkedni, azaz azt várták, hogy a magas IQ pontot elérők majd a jövőben észszerűen fognak viselkedni. Előadásomban arról fogok példákat bemutatni, hogy néha az okosság, a bölcsesség, az intelligencia és a racionalitás külön utakon jár. Mi lenne a spontán válaszunk a következő kérdésre? Egy ceruza és egy radír együtt 110 forintba kerül. A ceruza 100 forinttal többe kerül, mint a radír. Mennyibe kerül a radír? Azok, akiknek most 10 forint jutott az eszébe, a következőekben megismerhetik, hogy intuíciójuk néha hogyan vezeti félre gondolkodásukat. Ugyanis a 10 forint nem lehet a jó válasz, mivel hogyha 10 forint a radír, és 100 forinttal többe kerül a ceruza, akkor a ceruza 110 forint lenne, ami már a kettő együttes ára. Csakis az 5 forint és a 105 forint lehet a helyes válasz. Vagy vegyünk egy másik példát. Tegyük fel, hogy egy számítógépet szeretne vásárolni, ami 220 ezer forintba kerül. Az üzletben megtudja, hogy 20 perc sétárnyira van egy másik üzlet, ahol 215 ezer forintért is megkaphatja ugyanezt a gépet. A kérdés, hogy átsétálna-e a másik üzletbe. Most vegyünk egy másik esetet, egy számítógépes egeret szeretne vásárolni, aminek az ára 10 ezer forint. Szintén megtudja, hogy 20 perc sétányira van egy másik üzlet, amiben 5 ezer forint is megkaphatja ugyanezt a terméket. Átsétálna-e? A példa érdekessége az, hogy mindkét esetben 20 perc sétányira 5 ezer forintot lehet spórolni. Mégis vizsgálatok azt találják, hogy az emberek a nagyobb összegű termék esetében kevésbé hajlandóak átsétálni, mert relatíve kisebb az árcsökkenés. Mégis látnunk kell, hogy ez nem észszerű, hiszen a pénztárcánk számára az az 5000 forint mindig ugyanannyit fog jelenteni. Daniel Kahneman pszichológus, ennek a kutatási területnek az úttörője, Nobel-díja átadásakor ezt a példát, vagy ennek a példának egy változatát tette fel a hallgatóságnak. A példa jelentősége abban van, hogy ilyen és ehhez hasonló példákon keresztül döntéskutatók az elmúlt 3 évtizedben feltárták, hogy döntéseink milyen szisztematikus, irracionális elemeket tartalmaznak, úgynevezett döntési torzításokat. Ezeknek a döntési torzításoknak a kutatása alapvetően megváltoztatta a gondolkodásunkat az emberi viselkedésről, nem csak a pszichológiában, de a közgazdaságtudományban is. A közgazdaságtudomány klasszikus modelljei szerint az emberek mindig racionális döntéseket hoznak, azaz a rendelkezésükre álló opciók közül mindig a számunkra legmegfelelőbbet választják. Ezt a gondolatot manapság már csak kevesen osztják, mivel jól tudjuk, és ezek a példák jól illusztrálják, hogy az emberi gondolkodás nem mindig racionális, tévedéseket hozunk ezeknek a döntési torzításoknak a mentén. A következőekben példákban fogom bemutatni, hogy hétköznapi életünkben mennyire részt vesznek ezek a döntési torzítások. A Concorde repülőgépre talán még sokan emlékeznek, de talán kevesen tudják,
hogy ennek a repülőgépnek a neve összekapcsolódik egy fontos döntési torzítással. Az 1960-as évek elején a brit és francia kormány nagyszabású vállalkozást indított, melyben közösen próbálták kifejleszteni egy olyan szuperszónikus repülőgépet, mely nagy sebességen képes Európa és Amerika között utasokat szállítani. Mikor már több millió dollárt költöttek a projektre, bár még nem készült el az egyik repülőgép sem, pénzügyi elemzők megállapították, hogy a befektetés soha nem fog megtérülni. Ennek ellenére a két kormány még közel 3 évtizeden keresztül pénzelte milliárdokkal a repülőgép fejlesztését és fenntartását. Concorde hatásnak, vagy elsüllyedt költség jelenségének hívjuk azt a hajlamunkat, hogy olyan projektekre, amire már sok időt és energiát fektettünk, nem vagyunk képesek abba hagyni, hanem tovább költekezünk. Ez az elsüllyedt költség torzítása megfigyelhető hétköznapi életünkben is. Gondoljunk arra, hogy egy mozi vetítésre megyünk, és a vetítés felénél rájövünk, hogy untat minket ez a film. Mit teszünk? Bent maradunk a moziban, vagy hazamegyünk? Hogyha bent maradunk, döntésünkben mennyire játszik szerepet az, hogy már megvásároltuk a jegyet? Vagy vegyünk egy másik esetet, hogyha egy drága desszertet rendelünk meg az étterembe az étkezés előtt, és mire oda jutunk, már jól laktunk, és ha nem tudjuk hazavinni, akkor mennyire érzünk késztetés arra, hogy együnk belőle. A két történetben a hasonlóság az, hogy döntésünkben, aminek egyedül kellene számítania, az a jövőbeli boldogságunk, jövőbeli hasznunk. Az elsüllyedt költség kifejezés is arra utal, hogy az a költség, amit egyszer már elköltöttünk, az elsüllyedt, elveszett, nem tudjuk már megmenteni, újabb költségeket utána dobni észszerűtlen. A Sydney Opera házat sokan fölismerik, de talán kevesen tudják, hogy nem csak különleges építészetéről ismert, hanem építéséhez kapcsolódik az egyik fontos torzítás is. A történet az volt, hogy mikor megépítették az épületet, úgy tervezték, hogy 6 év alatt el fog készülni. Végül 16 évig tartott az épület felépítése. Ez még hagyján, de a 7 milliós építési keret nem lett elég, és végül 102 millió dollárba került az épület felépítése. Ilyen történetek biztos eszünkbe jutnak, de nem kell csak a nagy beruházásokra gondolnunk, hanem saját életünkben is vehetünk példákat, gondoljunk csak valamelyik lakásfelújításra, vagy akár egy hétre tervezett munkáinkra. Ez az úgynevezett tervezési torzítás azért fontos, mert amikor saját terveinket szövegetjük, irreálisan, optimistán tervezzük a hozzá kapcsolódó pénzügyi vagy időbeli költségeket. A torzítás érdekessége, hogyha mások terveit kell megítélnünk, sokkal objektívebbek vagyunk. Az optimizmus fontos része életünknek, de amikor extrém méreteket ölt, akkor akadályozhatja hosszú távú sikereink elérését. Próbáljunk őszinte becslést tenni a következő kérdésekre. Ön a népesség eloszlásának melyik negyedében gondolja magát a következő tulajdonságok tekintetében? Barátságosság, őszintesség, üzleti érték, autóvezetési képesség. Kutatások sorra azt találják, hogy az emberek zöme önmagát a felső 50%-ba gondolja. Autóvezetők 93%-a úgy gondolja, hogy az átlagnál jobb autóvezető. Az emberek 85%-a magát a felső 50%-ba helyezi barátságosság tekintetében. Cégvezetőkből 10-ből 9 magát az átlagnál jobb vezetőnek tartja. Ezt hívjuk szuperioritás illúziójának, aminek érdekessége, hogy ezt másokban jól felfedezzük, de úgy gondoljuk, hogy önmagunkról az átlagnál objektívebb képünk van. Ez nem kellene, hogy meglepő legyen, hogyha arra gondolunk, hogy másokat viselkedésük, magunkat pedig vágyaink, céljaink alapján értékelünk. A túlzott magabiztosság torzítása megtalálható a legnagyobb személyes, üzleti vagy politikai bukások okai között. Ezek a példák mind azt mutatták, hogy hétköznapi életünkben hogyan vesz részt szisztematikusan a döntési torzítás. De mik is ezek az irracionalitások? Kik azok, akik irracionális döntéseket hoznak?
Intuitív válaszunk az lehetne, hogy az vét a józanész szabályai szemben, akik nem intelligensek, nem okosak. Ugyanazkor kutatások és a hétköznapi élet megfigyelései mindazt mutatják, hogy néha kiemelkedően intelligens emberek és képesek kirívóan irracionális viszelkedésre. Keith Stanovich pszichológus ezt a látszólagos ellentétet próbálta feloldani vizsgálataival. Azáltal, hogy szétválasztotta az intelligencia és a racionalitás fogalmait. Kutatásaiban azt találta, hogy az IQ pontok csak nagyon gyengén becslik be a racionalitást mérő kérdésekre adott válaszokat. Az intelligencia tesztek egyfajta kognitív képességet mérnek, de hogy élünk ezekkel a képességeinkkel, az már egy másik kérdés. A racionalitás ilyen tekintetben arra vonatkozik, hogy viselkedésünket céljainkhoz illesztjük-e. Az, hogy le tudjuk-e győzni intuíciónk által sugalt téves döntéseinket, a racionalitáson múlik. A racionalitás pedig a gondolkodási stíluson, kritikus gondolkodáson és a gondolkodásra való nyitottságon. Mindeddig azonban az irracionalitásról beszéltünk, de milyen kapcsolatban van ez a hülyeséggel? Vizsgálatok azt találják, hogy az emberek nem veszik észre az intuíció döntési hibáit, de más viselkedéses hibákra felfigyelnek. Ezeket hívhatjuk hülyeségeknek. Kutatólaborunk azt próbálta föltárni, hogyha az emberek már immunisak a kutatók által vizsgált hibákra, akkor melyek azok a tévesztések, melyekre gondolkodásunk ki van hegyezve. A témában meglepően kevés vizsgálat született. Ezek közül az egyik elképzelés az emberi viselkedés 4 tartományban képzeli el. Eszerint, hogyha saját érdekeinkhez úgy jutunk el, hogy közben másoknak is jót okozunk ezzel, ezt hívhatnánk bölcsességnek, míg hogyha másoknak úgy segítünk, hogy az nekünk áldozatokat jelent, ez lehetne az altruizmus, míg hogyha úgy érjük el saját sikereinket, hogy ebből másoknak kára származik, ez lenne a banditizmus, végül pedig, hogyha úgy akarunk ártani másoknak, hogy magunk is pórul járunk, ez lenne a hülyeség. Ez egy érdekes, ugyanakkor nagyon leegyszerűsített képe a történetnek. A témában végzett kevés empirikus kutatások egyikét a Cornell Egyetemen Dunning és Kröger végezte, ahol is azt próbálták föltárni, hogy az embereknek egy adott témára való ismeretanyaguk függvényében hogyan változik magabiztosságuk az adott témával kapcsolatban, hajlandóságuk megszólalni az adott témában. Vizsgálataik azt találtak, olyan kérdésekben, mint például a teniszezés, sakkozás, humorérzék, az embereknek minél kevesebb tudása van az adott témában, annál inkább túlbecsülik a tudásukat, annál inkább úgy gondolják, hogy az ő szakértelmük megfelel a témában való megszólaláshoz. Ugyanakkor minél több tudást szerez valaki egy adott témában, annál inkább csökken a magabiztossága arra, hogy megszólaljon, hogy szakértőként szólaljon meg, kivéve amikor már egészen sok tudása van. Ezt a kutatók hülyeséghegynek nevezték el. Kutatólaborunk ugyanakkor jobban meg akarta ismerni a hülyeséget, és ebben a kevés korábbi kutatások egyikét vettük alapul. Robin Sternberg az intelligencia mai egyik legkiemelkedőbb kutatója szerint a bölcsesség nem más, mint az egyensúly keresése saját érdekeink, mások érdekei és az emberek feletti érdekek között. Ennek az egyensúlynak a megbomlása az, amiről itt szó van. Robert Sternberg, az intelligencia ma egyik legkiemelkedőbb kutatója szerint a bölcsesség nem más, mint egyensúly keresés saját érdekeink, mások érdekei és az emberek feletti érdekek között. Ennek az egyensúlynak a megbomlása az, amiről itt szó van. Sternberg szerint a hírnév és a hatalom gyorsan eljuttatja az embereket oda, hogy elveszítsék racionális ítélőképességüket, mégpedig 3 oknál fogva. Különleges helyzetük és hatalmuk könnyen elhitetteti velük, hogy mindenhez értenek, mindenre van hatásuk, és sérthetetlenek, sohasem bukhatnak le. A történelem híres példái mutatják, hogy a bölcsességnek ez a megingása
szinte szükségszerűen vezet el látványos bukásokhoz. Kutató laboratóriumunk mégiscsak azt próbálta kideríteni, hogy mit is jelent az a hülyeség, mit értenek az emberek hülyeség alatt. Amikor látunk egy viselkedést, könnyen eldöntjük róla, hogy hülyeség vagy nem hülyeség. De mégis mit jelent az, hogy hülyeség? Nagyon nehéz szavakban ölteni, ezért kutatást végeztünk erre a kérdésre. A kutatást pedig úgy végeztük, hogy internetes forrásokból és hétköznapi élet eseményeit leíró naplóbejegyzésekből több száz olyan történetet szedtünk össze, melyben egy cselekvést valaki hülyeségnek nevez. Kísérleti személyeinktől pedig elsősorban azt kérdeztük, hogy eldöntené, hogy a leírt esemény hülyessége vagy nem. Utána pedig azt kérdeztük tőlük, hogy a leírt eseményről írják le, hogy szerintük miért történhetett. Mindezzel megpróbáltuk a pszichológia nyelvére átfordítani a hülyeséget. Kutatásunk meglepő eredményeket hozott. Elsősorban azt találtuk, hogy az emberek között óriási egyezés van a tekintetben, hogy egy történetet hülyeségnek hívnának-e, vagy nem. Ez azt mutatja, hogy nagyon hasonló elvek mentén értékeljük ki magunk és mások viselkedésének racionalitását. Ennél még meglepőbb eredmény az volt, hogy pszichológiai értelemben a hülyeség nem egy dolog, hanem három különböző dolog. Vagyis egy szót használunk három különböző dologra. A hülyeségként címkézett viselkedések első kategóriáját magabiztos tudatlanságnak neveztük el. Ez arra vonatkozik, hogy valakinek a magabiztossága meghaladja azt, mint amit képességei megilletnének. Ilyen lehet az, amikor valaki ittasan ül a volánhoz, de egy extrém példát véve, amikor valaki drótkötéllel ment el bungee jumpingolni. A második kategóriát a monitorozás hiányának neveztük el, mert ebben az esetben a személy rendelkezik a képességeivel, csak nem figyeli, nem monitorozza azt. Ilyenre lehet példa, amikor szokásos járatra szárunk fel, pedig ezen a napon egy másik irányba akartunk elindulni. Egy extrémebb példát véve, amikor valaki egy 4 millió dolláros Stradivari hegedűt felejtett ott egy New Yorki taxiban. A harmadik és utolsó kategória a kontroll hiánya. Ez arra vonatkozik, amikor valamihez megvan a képességünk, tudásunk, monitorozzuk és figyeljük is, hogy mit csinálunk, mégis megcsináljuk azt, amiről tudjuk, hogy később hülyeségnek fogunk hívni. Ilyen lehet például, amikor nem tudjuk abba hagyni egy édességnek az evését, tudjuk, hogy eleget ettünk belőle, de mégsem tudjuk abba hagyni. De ilyesmi példa az is, amikor olyan tárgyakat, olyan termékeket vásárolunk, amiről tudjuk, hogy nincsen rá szükségünk, és később megbánjuk ezeknek a megvételét. Ebben az előadásban példákon keresztül próbáltam bemutatni, hogy miért fontos az irracionális viselkedés, az irracionális gondolkodásnak a vizsgálata, és hogyan járulhat ez hozzá talán, hogy a világban nagyobb teret nyerjen a józanész. Ha megismerjük irracionalitásainkat, és elfogadjuk azokat, akkor talán meg tudunk velük küzdeni. Talán itt kezdődik a bölcsesség is. Köszönöm a figyelmet. A Mindenki Akadémiája ön előtt is nyitva áll. Várjuk előadók és nézők jelentkezését is.